Már a párosról beszéltem, ez a két fiú az utóbbi két nemzetközi versenyt megnyerte, ugye a szlovákot és a magyar nemzetközit, úgyhogy párosban a fiúk tökéletesek Európában eddig. Hát itt ez egy egyéni mérkőzés, és pikantéria benne, hogy egymás ellen 8-8 minden rezdülését ismerik egymásnak a fiúk. Nüanszok dönthetnek igazából. Vagy ilyen neccek, amit most kapott Sabján Gergő. Kicsit elégedetlen is ezzel a momentummal. 9-8 Szudi Ádámnak, Sabján szerválhat. Kileste a szervát, hogy nem volt megnyesve. Szudi meg is indította, meglepte ezen ellenfelét. Kettő darab szetlabda. Hú, de szép. A helyére. Oda egyenesbe. 10-9. Már csak egy szetlabda. Hoppá, megint szerencséje van a szolnoki fiúnak, és ezzel 1-0-ra vezet Szudi Ádám Sabján Gergely ellen. Innen folytatódik a mérkőzés a másik asztalon. A másik elődöntőben 2-1-re vezet szettekben Ecseki Nándor, és 4-2-re Poén Aremi, úgyhogy kezdi átvenni az irányítást, ott az első szettet Majoros János Bence nyerte. Közben egyébként megtudtam, hogy nem csak a mai napon volt ez az érdekes lebonyolítás, név szerint az, hogy kevés induló miatt 8 kiemelt volt csupán a főtáblán, ők nem játszottak csoportot, a többiek igen. Így tehát nagyon érdekessé vált az egész. Tehát a lényegében a főtáblán ugyanaz volt a lebonyolítás. Tehát visszatérve az eredeti gondolatmenetre, holnapi napon az ifjúsági versenyszámok során is ugyanez a lebonyolítás lesz, hiszen ott is elég kevés az induló. Igazából, ahogy elmondtam kora délután, ennek a ténynek a védelmére, hogy igaz, hogy kevés induló van, de az eleje, a krémje a mezőnynek az nagyon erős itt is. Szudi Ádám és Sabján Gergő és Ecseki Nándor is ott van Európában a legjobbak között. Úgyhogy igazából nincs miért nagyon aggódni, de hát ugye akkor elmondtam, hogy a mezőny, hogy ilyen kevés számú, azért elég kicsi az esély, hogy rengeteg jó játékos legyen, és értelemszerűen így kevesebb az esély, hogy minél több tényleg Európában is klasszis játékos nőhessen ki. De hát egyelőre ebben a mezőnyben ez sikerült. Hiába kevés a versenyző. Második szett, 3-2-re vezet Szudi Ádám. Gyönyörű szép tenyeres pörgetés. Ahogy a teniszben szokták mondani, ki nem kényszerített hiba Sabjántól. Ezt azért illett volna bepörgetni. Rossz oldalt választott, és rosszul is kivitelezte. Hoppá! Egy belső csüddel meglőtt labda a palánk irányába, nem ért sárga lapot a bíró szerint. Ez sem jön be, 7-2. Szudi Ádám nagyon határozottan és egyelőre nagyon fegyelmezetten játszik, ugye az ő játékában egy-két ilyen probléma akad, még ugye a korától is betudható ez a néha kiengedés is kicsit könnyelmű. De hát most nem, és ezt is elpörgeti Sabján. 8-3-ra vezet Szudi Ádám, tehát szép labdamenet volt. Nem találja a góllövő cipőt Sabján Gergő egyenlőre.
9-4. Tíz, négy, hat szett labda. És ezt is elpörgeti Sabján Gergő. Hát személy szerint én nem ezt vártam ettől a mérkőzéstől. Igaz tényleg, hogy itt a negyed döntőben nagyon szenvedett a komlói bányász ifjú reménysége Sabján Gergő, de azért felvette volna eddig, vagy már a ritmust. Hát egyelőre nem tette meg, 2-0-ra vezet Szudi Ádám, úgyhogy elég simán alakul a mérkőzés. Másik asztalon 3-1-re vezet Ecseki Nándor szetteket illetően Majoros János Bence ellen, úgyhogy elég közel került a fináléhoz, a döntőhöz. Itt azért még nem tartunk olyan elől mérkőzést illetően. Mi mérkőzésünket illetően még csak 2-0 a mérkőzés állása Szudi Ádámnak. Elkezdődik a harmadik szett egy jó Sabján szervával. Meccselén el akartam mondani, tehát vagy észrevételezni, hogy nagyon jó szervál a balkezes Sabján Gergő. Párosban például, akik így követték-e esetleg a két fiú páros mérkőzését, akár a nemzetköziken. Gyakorlatilag egy hatalmas nagy fegyvere ennek a párosnak, hogy Sabján Gergő nagyon jó a szerve, és utána Szudi egyből tud pörgetni. Itt most egyéniben egyelőre ellenfele ellen nem nagyon jön ki, de ez ugye betudható annak is, hogy nagyon-nagyon ismerik egymást. Ugye a válogatott keret összetartáson is gyakorlatilag egymással edzenek, játszanak. Ugye klubszinten nem egy klubba tartoznak, de tényleg annyi meccset játszottak már egymással, hogy álmukból fölkeltve is megmondják, hogy a Gergő vagy az Ádám most éppen hova akarja jutni a labdát. Egyelőre ebből az álomból Szudi Ádám jön ki, és ő tudja jobban fölmondani ellenfele taktikáját. Hosszú fonák, 4-2, vezet 2 ponttal még Sabján Gergő. Necces szerva, új adogatás következhet. Ismét necc. Egy megint netz típusú mondatot hallhattuk Sabján Gergő szájából. Hát igen, van egy-két szerencsés poénja Szudi Ádámnak, de véleményem szerint nem ez dönt egyelőre. De hát ugye onnan belülről sokkal feszültebb a hangulat, és ebből is Szudi jön ki jól. Húha, csak el ne szakadjon az a cérna Sabján Gergőnél, de hát már szerintem van olyan profi, hogy nem fog verekedés szítani, vagy akármilyen rendbontást. Távol áll ettől a sportáktól ez a viselkedés. Ugye néha valamelyikünk, ugye aki jártas a pingpongban, most azért mosolyoghat, hiszen volt egy-két atrocitás így a történelem folyamán, de hát, ahogy szokták mondani, a kivételek erősítik a szabályt. Ez most hosszú élével nem találta el jól Szudi. Kezd magára találni az ifjú komlói fene gyerek, 7-4-re vezet. Ez hosszú. 7-5. Elsiette. Hosszú, 8-5. Szép kilőtt szerva az ellenfél tenyeresére Sabján Gergőtől, meg is csinálta a labdamenetet. 9-6, ez szépen puhított a fonákkal, úgymond Szudi Ádám.
ellenkező farsa pörgéssel adta vissza ezt a pörgetést. Hoppá, gyönyörű fonák. 10-6. Jó van, nem hagyja magát Sabján Gergő. Kezdtem megijedni, hogy ebből nagyon gyors 4-0 lehet. Szeretném még élvezni a játék minden csinyát, binyát, gyönyörű szép pörgetés, például ezt. 11-6. Szépít. Sabján Gergő, 2-1. Még mindig Szudi Ádámnak. A másik asztalon közben még a fiúk kapják a tanácsokat, isznak, esznek, mulatoznak. 3-1-re vezet, ugye, szettekben Ecseki Nándor, és 8-8 a poén arány, és időt kért Iván Csaba, Ecseki Nándi edzője és mentora. 2-1 tehát szettekben. Nagy Sándor adja a tanácsot Szudi Ádámnak, egy pacsi, és utána jönnek vissza a fiúk. Na nézzük, hogy tovább tart a lendületes játék a Sabján Gergőnek, hogy beleerősít most Szudi Ádám, és akkor elhúz 3-1-re. Sabján Gergőnek az előbbi 10 is bizonyítódik most be, tehát hogy lendületben a komlói fiú. Hosszú, 2-1. Szépen adta vissza ezt a pörgetést Szudi, és utána nem is tudta folytatni a komlói versenyző. 2-2. Szép fonák közbeütés. Vezet ismét Sabján Gergő. Elment a labda világgá. De Nagy Sándor, edző úr, jelen pillanatban ugye edző úr, egyébként játékos, vissza adta a labdát sportszerűen. Nem úgy, mint a foci meccseken az elvetemült szurkolók, amikor eldugják a labdát és elteszik emlékbe. Na mindegy, 3-3. Gyönyörű szép fonák pörgetések. Szám szerint 3, és a harmadikat már nem tudta visszaadni. Sabján Gergő 4-3-ra vezet Szudi Ádám. Bizonytalan. A kiabálás annál magabiztosabb volt, de hát ez nem azért volt, mert örül, hanem mert elégedetlen Sabján Gergő. És lehet is, mert 6-3-ra vezet Szudi Ádám is, közel a 3-1-es vezetéshez. Hát ez nem jött be. Túl akarta variálni Szudi Ádám, nem sikerült. Gyönyörű. Kiszorítja ellenfelét Szudi Ádám, tessék megfigyelni. Sabján Gergő tenyeresére ki, és utána vissza középre. Nagyon okos taktika ez. Egyelőre be is válik. Gyönyörű. Gyönyörűen visszatámadott. 8-4. Maga biztos 4 pontos vezetés a negyedik szedben. Jól játszik Szudi Ádám. 9-4 most már, közben följebb jött egyel Majoros János Bence, de még mindig vezet Ecseki Nándor a másik elődöntőben 3-2-re szettekben. Hoppá, szerencse ismét. Tíz, 11-4.
Hát most igazából a Setein azt mondtam 2-0-as Rabián vezetésnél, hogy az előbbi tézis alakul jól, úgymond Sabian Gergőnek, de utána az utóbbi érvényesült, ami azt jelenti, hogy összekapta magát Szudi Ádám ismét, és 3-1-re vezet egy szetre. Tehát a döntőtől Jász Kumolány játékosa. Másik asszonyon elkezdték a 6. szettet a felek. 1-0-ra vezet a Tecseki abban a szedben. Fiúk kapják a tanácsokat. Megy a másik asztalon a mérkőzés, tehát nem hagyja magát Magyaros János Bence, az biztos. De hát nézzük, hogy Sabian Gergő adja magát felőrülni. Szudi Ádám által, avagy ismét szányra tud kapni, és följebb tud jönni. Ki fog derülni a közeljövőben, és Sabian adogat. Egy-egy. Nem jön be ez a varizás pingpongos nyelven Szudi Ádámtól. 2-1-re vezet Sabian Gergő. Rárohant az asztalra Szudi, majdnem nem is pattant, mielőtt megütötte, úgy éppen dropból találta el, bele a hálóba, az a lényeg, 3-1-re vezet Sabian Gergő. Ezt is szépen csinálta komlói fiú. Hívja magát rendesen Sabian Gergő. Hat egy. Ismét szökik a labda, nem akar ekkora pofonokat kapni, akkor a pörgetéseket. És most megint nincs meg, úgyhogy könnyű, és uraim, sikeresen megszökött a labda. Gratulálunk neki. De hát úgyis megtalálják az egyik edzésen, és utána kiütik belőle a szuszt. Nem menekülhet. Vagy nem menekülhet most Sabian Gergő sem. Szudi Ádám hatalmas pörgetései elől. 6-2. Talán még visszajöhet ebben a szedben Szudi Ádám. Hat három, így van. Három. Rossz szerv a fogadás. Közben, hölgyeim és uraim, megvan a serdülő Magyar Bajnokság első finalistája, döntőse. Ecseki Nándor nyert 4-2-re Magyaros János Bence ellen, tehát Magyarosnak a bronzérem jutott ezen a napon. Ugyanúgy, ahogy a párosban is, tehát azért az se csúnya két bronzéremmel hazatérni egy Magyar Bajnokságról. 7-5. 7-3-ról 7-5 a mi mérkőzésünkön. Úgyhogy Ecseki Nándor várja tisztelettel az ellenfelét a döntőben. Sabian adogat. 8-5.
mindig kicsit feljebb tud kapaszkodni ebben a szedben Szudi Ádám, de utána valahogy mindig visszaáll az a kis 2-3 pontos előny. De szépen oda ki, ellenfele tenyeresére, 9-5. Nem jön be. Ez a gyors szerve és fonák lepörgetés, variáció 10-5. Kézzel összedobott szerva. Bíros sportárs nem vette észre. Nem baj. A grundon nagyon nagy felmenők szidása lenne emiatt. A sörmeccsen. De ez nem sörmeccs, úgyhogy itt nincs. Természetesen nem ez az értelemszerű összefüggés, de hát így jött ki. 10-7. Ezt viszont már megcsinálja Sabján Gergő, 3-2. Ugye 2-0 volt, aztán 2-1, 3-1 és 3-2. Úgyhogy kapaszkodik Sabján Gergő, meglátjuk mire lesz elég. Mindjárt jön tehát a hatodik szett. Más asztalon már nem folyik mérkőzés természetesen. Az első elődöntő már véget ért, ugye Ecseki Nándor jutott be a döntőbe. Úgyhogy most nem hallunk labdapattogást. Holnap tehát, amint mondtam, körülbelül 3 órától kezdjük a közvetítésünket az ifjúsági versenyszámból, számról. A főtáblát természetesen. Úgyhogy a lebonyolítás ugyanaz lesz, mint ma. 4 nyert szett lesz. Nagy vonalakban ennyit a holnapi napról. Holnap csatlakozik majd ezekhez a játékosokhoz, mint Szudi, Sabján, Ecseki, az ifik legjobb Tofognám, Kis Dániel, Gábor, Lakatos Tamás, ugye. Úgyhogy nagyon jó mérkőzések lesznek, hölgyeim és uraim, holnap, úgyhogy essenek holnap is fölmenni az internetre és beütni, hogy ppko.tv, nincs is más dolguk, és követni az eseményeket, és reméljük, hogy tényleg megéri följönni az internetre. Én itt leszek, mi itt leszünk, úgyhogy le is záratom ezt a mondatot egy nagy ponttal, pont. 2-1 a hatodik szedben Szudi Ádámnak. Három egy. Jobban kezdi a szettet Szudi. Ugye amikor Sabján Gergő ezt a két szettét megnyerte, mind a kettőben jó pár pontos előnyt tudott szerezni már a szett elején, és azzal gazdálkodott. Hát most nincs meg az a jó pár pont, sőt, hátrány van a komlói fiú. És ezt is elpörgeti. 4-1, így van, időt is kér a komlói edző. Elúszhat a hajó. Ez a bizonyos hajó. Talán ez az időkérés most megnyugtatja Sabján Gergőt. Elég nagy hibákat követett el itt a hatodik szett elején. 4-1-re vezette át Szudi Ádám. Megkapta tanácsokat Sabján. Elég gyorsan egyébként lezajlott eddig a serdülő magyar bajnokság. Nagyon pörgős volt az egész, tehát a szervezéssel nem lehet gond, nem lehet egy rossz szó se rá. Egy döntőszettet láthattunk itt a mi asztalunkon. Még egy elsőkörös mérkőzés, amikor Timafalvi Gergő páris Háhimmel játszott egy döntőszettet, utána el is fáradt Timafalvi, úgyhogy Ecsekitől simán kapott ki. Aki ugye nem követte volna figyelemmel a délutáni műsorunkat, adásunkat. 6-1. Közel a vég. Drasztikusan fogalmazva Sabján Gergő szempontjából. Hoppá, milyen fas volt abban a labdában? Nem tudom, hogy észlelték-e, érzékelték-e a nézők, de hihetetlen, ahogy pörgött az a labda, ki is szállt Sabján ütőjéről. 7-2.
Szépen húzta vissza Sabján. 4 pontra zárkózik föl. Talán-talán még lehet valami halvány esélye. Láthatja a fényt az alagút végén. Na megnézzük, ő adogat minden esetre. Hosszú, indulatos mondatok Sabján Gergő szájából, de hát ez érthető. Érthető, hiszen tényleg kikaphat mindjárt az elődöntőben a magyar bajnokságban. Viszont ezt a pontot még ő nyeri. 8-4, 4 pontos az előny. Stagnál ez a 4 pontos előny, úgy néz ki. És hogyha megmarad a szett vége, akkor sima 11 hetes győzelem lehet értelemszerűen. Ezt előti. Hát most már nincs idegileg olyan állapotban, hogy ezeket a hosszú labdamenteket végig tudja csinálni Sabján. 9-4, 10-4 most már, 6 mérkőzés labda. Szudi Ádám lehet Ecseki Nándor ellenfele a fináléban. 10-5, még 5 mérkőzés labda. És ő is ezzel a fonák gyönyörű droppal, hölgyeim és uraim, Szudi Ádám. Sabján Gergő, tehát 4-2, egy elég érdekes, de annál színvonalasabb mérkőzésen hamarosan jön a döntő mérkőzés Szudi Ádám, Ecseki Nándor.